szóval szerintem le lehet írni a motorozást. Szabadság. Semmi máshoz nem hasonlítható, hogy a sebességet ennyire érzed. Nagyon-nagyon jó érzés volt elsőként motorozni, nagyon új, hiszen még soha nem próbáltam. Tényleg olyan repülés, hogy nem is tudom. Hát kicsit félelmetes, de igazából pont annyira, amennyire úgy az adrenalin szint kell, hogy megemelkedjen, és egy kicsit olyan borzongás legyen az emberen, de nagyon-nagyon jó. Szóval a sebességet így érezni motoron, és mégis biztonságban, ez nagyon-nagyon jó érzés. Én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten őrültek, de azért a többség az felelősségteljes szinten őrült. Tehát valamennyire őrültség kell ahhoz, hogy mondjuk valaki mondjuk tényleg egy 130-as tempót bevállaljon egy motoron. De szerintem ez egy normális kategória, tehát vannak más extrém sportűzők, és ez igazából szerintem teljesen normális, hogy valaki pont a motorozást választja. Így van, nagyon-nagyon vagány dolog, és úgy gondolom, hogy annyira érdekes, hogy a motorosok között is mennyire sokszínűek ugye az emberek, hiszen az üzletembertől elkezdve a festők keresztül szinte mindenkit láthatunk, vagy hallhatunk arról, hogy motorozik. Tehát szerintem ez nem is sem korhoz, sem pedig egzisztenciához, vagy munkához nem kötött. A Kawasaki-sok egyszerűen tényleg teljesen mások, mint a többiek. Amikor elsőként motorkiállításon jártam, akkor azt vettem észre, hogy a Kawasaki stand körül egyszerűen felgyülem lett az embertömeg, és teljesen ismeretlen emberek szóba álltak egymással, beszélgettek a motorozásról, hogy éppen hova fognak menni, milyen túrákat terveznek, milyen új motort próbálnának beszerezni. Egyszerűen annyira családias és barátságos a környezet, hogy szerintem semmi máshoz nem hasonlítható, és más márkához vagy motorhoz nem hasonlítható. Jó pár évvel ezelőtt motoroztam először, igazából elég későn csöppentem bele ebbe a motoros világba, úgymond. Megismerkedtem egy baráti társasággal, akik közül jó néhányan motoroztak, és így sikerült rávenniük, hogy ráüljek egy Kawasakira. Igazából nagyon vagány embereknek tartom őket, és nagyon bejön ez a stílusuk, úgyhogy abszolút nem kételkedtem abban, hogy jól fogok járni, és hogy vigyáznak rám, és minden rendben lesz. Azok után, hogy kipróbáltam a motorozást, nem lenne rossz, olyan barátom lenne, igen, akinek motorja is van, és szeret motorozni, mert tényleg nagyon-nagyon jó érzés.